Üdvözlet mindenkinek, 2023. május 14-e van, és ezúttal harmadik világháború lesz a téma, de emellett találtam egy érdekes videót, ami összekapcsolja ezt az egészet egy földön kívüli invázióval. Ez egy animációs film, nem tudom pontosan, megnézzük majd, hogy ki készítette, de van egy érdekes felvetés a filmben, ez az, amit meg szeretnék mutatni, előtte azonban megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, érdekesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Feltételezem, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek az elméjét megragadták az ilyen és ehhez hasonló képek. Különösen az, ami a Terminátorban volt, az valami ilyesmit ábrázolt, ahogyan a Skynet ugye kilőtte ezeket a rakétákat Oroszországra, aztán az oroszok válaszoltak erre, és a végén az egész világ elpusztult. Persze valamennyi túlélő maradt, ez az, amiről a film szól, legalábbis az előzményéről, ennek az eseménynek az előzményéről. Én számos alkalommal álmodtam ezzel a jelenséggel, és mindig olyan borzasztó volt felkelni, olyan valóságos volt, hogy a rakéták megérkeznek a földre, és elpusztítják. Azt most már tudom, hogy az egyfajta előrelátás volt, egy üzenet az atyától, hogy fel tudjak készülni, még akkor is ez, hogy 30 év volt, meg 20 is akár, arra, ami most vár ránk, és nem azt akarom mondani, hogy én teljesen pessimista vagyok az ügyben, hogy most lebombázzak minket, azt meghalunk, de végül is hát akkor sincs semmi. A lényeg, amire ki akarok térni, az az, hogy hosszú ideje már megy ez a programozás a világháborúval kapcsolatban, de nem csak a világháború, hanem egyfajta idegen invázió is az, amit elültetnek az embereknek a fejében. És persze amellett, hogy érdekesnek találjuk ezt, legalábbis az emberek nagy része ezt érdekesnek találja, a fő célja ezeknek mégsem a szórakoztatás, hanem egyfajta jövőképnek a vázolása. És akkor, mikor megérkezik az a jövőkép, akkor, illetve valósággá válik, akkor sokkal egyszerűbb lesz elfogadni az embereknek. Nyilván van ebben egy adag mágia, olyan, úgy az igazi értelmében nem arra gondolok most, amire a többség asszociál a szóval kapcsolatban, hogy kártyatrükkök meg varázslás, hanem az, hogy elmondom, mi az, ami várható, és ezért hát az emberek elméjében ez lesz, és a cselekedeteiket úgy irányítják majd, hogy valóra váltsák azt. Ez egyébként nem, egyrészt nem is egy új keletű dolog, másrészt nem is valami olyasmi, ami nem létezik. Ezt mindenki tapasztalhatja a saját életében. A gondolatai, és nem azt akarom mondani, hogy a gondolataim azok a jövőt előidézik, vagy én alakít, de a cselekedeteimet kétségtelenül befolyásolják. Hogyha valaki mindig pessimista, akkor olyan döntéseket fog meghozni, és majd, hogy nem csak egy ilyen önmagát beteljesítő jóslattá változik az élete. Mindig arról beszél, hogy beteg vagyok, akkor mindig beteg lesz, hisz olyan döntéseket hoz, és az a negatív elmeállapot, ahogyan éli az életét. Ezt persze úgy hívják, legalábbis az angolban, hogy predictive programming, azaz előzetes programozás, vagy előrejelző programozás, tehát megmutatják ilyen vagy olyan formában, különösen az audiovizuális technika segítségével, hogy mi következik, és aztán felkészítenek rá, illetve mindenki úgy éli az életét, hogy be is teljesítse ezt a feltételezett valóságot. De jussunk el végre a filmhez, gondolom mindenki erre vár. Ezt a filmet, ezt Hashim IG oldalán találtam, aki egyébként Hashem AI, azaz mesterséges intelligencia Gaili, aki azt írja a filméről, hogy Last Stand. A Last Stand az azt jelenti, hogy az utolsó csata lényegében, a stand ebben az értelemben, kiállás, mikor az ember kiáll magáért, vagy valaki kiáll valamiért, az igazáért, feláll a célokért. Ez az emberiségnek egy utolsó ilyen nagy ütközetéről, vagy csatájáról szól, és érdekes módon nem is egy külső fenyegetés ellen fogja ezt megvívni. Remélem, hogy nem lövök le túl nagy csattanókat itt már rögtön az elején, de azt írja Hashem AI Gaili, hogy ez egy science fiction rövid film, és mesterséges intelligencia segítségével készült.
Amúgy nagyszerűen néz ki az egész, nincsen vele semmi probléma, mármint ami a technológiát illeti. Egyből az elején láthatjuk azt, ahogyan különböző, illetve számos idegen űrhajó megérkezik a Föld légteréhez. Megérkeznek tehát ezek az idegen járművek, az egész Földön természetesen mindenki tapasztalja ezt, és látja ilyen vagy olyan formában a nagyobb városokban, mint ahogy az ezen a képen is látható. Ha valakit érdekel, ez mindössze 10 perc, ráteheti a magyar feliratot, és akkor nagyjából érteni fogja, hogy miről van szó, érdemes megnézni, de ha valaki látni akarja, akkor azt talán most kell elkezdenie, ugyanis míg véghaladunk rajta, addig én el fogom mondani az összes létező meglepetést, ami egyáltalán várhat az emberre ezen a film kapcsán. Megérkeznek, és érdekes, hogy nem is arról van szó a filmben, hogy bármiféle támadás intéznek ezek a Föld ellen, nem is tudják az emberek, hogy mi az, ami történik, csak mindenki próbálja kideríteni, hogy mi a szándéka, mi lehet a szándéka ezeknek az idegeneknek, akik ugye ebben az űrhajóban feltételezhetően találhatók, vagy megjelentek. Aztán különböző bevágott riportokat mutatnak, ahol az elnökök nyilatkoznak ezzel kapcsolatban, különösen Joe Biden, illetve Vladimir Putin. Ami a nagyszerű az egészben az, hogy nem lesz benne, vagy nincsen benne háború, ilyen űrháború, meg semmi ilyesmi, hanem érdekes módon az egész akörül forog, hogy mind az orosz kormány mind és szövetségesei, mind pedig az amerikai kormány és szövetségesei arra törekszenek, hogy az első kapcsolatot, először fel tudják venni a kapcsolatot ezekkel az idegen lényekkel. Megindul ezért hát egy verseny az országok között annak érdekében, hogy ki az, hogy valaki eljusson oda, hogy kommunikálni tudjon ezekkel a lényekkel, vagy a hajónak a lakóival. To protect our planet and its inhabitants. És ugye azt mondta Joe Biden, hogy meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy a bolygónak a lakosságát azt képesek legyenek megvédeni, és ez a célja ő neki. Mindenki belekeveredik végül, nincs egyértelműen jó vagy rossz, bár a videó abból a perspektívából közelít, hogy természetesen az oroszok, az agresszorok, ám Putyin arról beszél, hogy azok a meggondolatlan támadások, amikor lelőtték az UFO-kat az amerikaiak, ez mostanában volt újsághír egyébként, én is készítettem egy videót ezzel kapcsolatban, hogy azonosítatlan tárgyakra lövöldöztek az amerikaiak, azt hiszem 4 ilyen eset is volt néhány hónappal ezelőtt, és arra utalnak, hogy ezzel provokálták ezeket a lényeket, és megadták a Földnek a helyzetét, illetve magunkra vonzottuk ezt a bajt az amerikaiak által. Through unprovoked attacks on the UFOs that were recently shot down over the US and Canada. Ha már itt tartunk, megmutatom gyorsan, ez a New York Times-nak egy cikke 2017-ből, ahol bemutatnak egy állítólagos videót, ahol egy F-18-as vadászgép üldöz egy azonosítatlan repülőtárgyat. Ez egyébként bejárta a híreket, ez egy igen ismert, híres videó. Ez egy fénykép erről az állítólagos találkozásról, ahol ez az F-18-as befogja az azonosítatlan repülőtárgyat. De ha valakit érdekel, akkor ez egy videófelvétel, meg hanganyag most, hogy ez természetes, hogy nem igaz, most ha valaki ezt elhiszi, hogy ők megmutatják, akkor az elég naív. Ez ugyanolyan mese, mint ez a kép, vagy a függetlenség napja, vagy a Transformers, vagy az összes többi. Semmi bizonyíték nincs arra, hogy nem hazudnak ez esetben, mint ahogy biztos vagyok benne, hogy hazudnak, hisz
nem léteznek ezek a dolgok, nem létezhetnek, ugyanis nincs semmi, ami az úgynevezett űrben van, és ide tudna látogatni a Földre, különösen nem ilyen repülő tárgyak. Ami azt jelenti, hogy hazudnak, mint ahogy azt mindenki tudja, hogy hazudnak, nem ez az egyetlen dolog, amiben hazudnak, végtelen ilyen és ehhez hasonló hazugság van a médiában. Mi az, amit szeretnének felkészíteni arra, ami következik? El kell, hogy hites. Egyébként egy nagyon komplex szisztéma, amit próbálnak megvalósítani. Az egyik oldalon el kell törölni a Biblia Istenét, mint egy létező személyes hatalmasságot, vagy isteni természet fölöttit, de úgy kell mindezt megtenni, hogy azért ne töröljék el a spiritualitást mindezzel együtt, mert arra szükség van, ugyanis ha megérkeznek a földön kívüliek, idézőjelben, ami nem lesz más egyébként, mint a spirituális dimenzióból az úgynevezett bukott angyalok, akkor azokat valahogyan az embereknek mégiscsak el kell adni, mint isteneket, akiket imádni kell majd. Mert úgy gondolom, hogy aki arra vár, hogy majd megérkeznek ezek az angyalok, mi meg őket kell, hogy imádjuk, az szintén csalatkozni fog, mert az imádat tárgya az a technológia és az embernek az ötvözete lesz, valamint egyfajta spirituális entitás, ami még ehhez kapcsolódik, de lehet, hogy csak a mesterséges intelligencia és egyfajta spirituális lény lesz az úgymond főistenünk, aki az Antimashiach nevet viseli a Bibliában. Így fog ez összeállni, nem feltétlen az lesz, hogy lejönnek az angyalok, és nekünk imádnunk kell minden egyes angyalt, hiszen nem egy politeista világ az, amit ők elképzelnek, sokkal inkább egy monoteista. Ami fontos az az, hogy ez elfogadható kell, hogy legyen legalább az 5-6 nagy világvallásnak, úgy, mint hogy a kereszténység, a judaizmus, az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus, de minden egyéb spirituális embernek is. A többsége kell, hogy fogadja azt, ami következik, különben túlságosan nagy lenne a káosz a világban. Azért, aki látta az előző videót, a világvallás Magyarországon is, az megértette azt, hogy ez a hígítás a kereszténységnek, az összes többi vallásnak, ez egy hosszú folyamat, és erre szükség van ahhoz, hogy kellőképpen ellaposodjon a dolog, ugyanis minél hígabb, annál egyszerűbben fognak majd tudni szövetséget kötni, mint ahogy látjuk, hogy az már megy és működik is a világban. Mielőtt tovább mennék, megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Ez igen jelentős információ, meg megértés, amire el kell jutni mindenkinek, aki szeretne végső soron megismerni a valóságot, szeretné megismerni a valóságot teljességében, megérteni, hogy miért is ez az erők miért dolgoznak ilyen harmóniában, mi az, amit szeretnének elérni. Erre megy ki a játék. És ez a film, ez a rövid film, bár nem feltétlenül egy propaganda elem direktben, de mégis ezt erősíti meg akarva, akaratlanul, és erre utaltam, hogy a szellemiség a világban, ami működik, az, ez például a felvétel, úgy tűnik, hogy az a felvétel csak zölddel van, ugye, illusztrálva, és ez az, amiről beszél Putyin, hogy az, ahogy lelőtték, ugye ide vonzották ezt. Szóval ez fontos megérteni, hogy mi az, amiért dolgoznak. Ez nem csak egyszerűen pénzről szól, vagy hogy kinyomtatja a legtöbb pénzt. De itt láthatjuk, ahogy lelövik az UFO-t, ugye ez is csak illusztráció persze, az amerikaiak, és akkor ezért hibáztatja őket Putyin, hogy ezzel ők ugye ide vonzották ezeket. De a lényeg az, hogy most már ugye a filmben eljutunk oda, különböző munkacsoportok dolgoznak együtt egy olyan technológián, aminek a segítségével képesek lehetünk kommunikálni ezekkel a lényekkel. Szerintem nem véletlen az, hogy ezen a képen utal egyfajta piramisra, olyan volt, mint ugye a gízai piramis a Földön, szándékosan választották ezt az alakzatot, a piramis egyébként reprezentálja egyrészt ugye az Illuminátit, másrészt az embernek a felemelkedését, majd, hogy nem csak az isteni szintre, ahogyan megy fölfel a lépcsőn, egyre több tudást szerez meg, egyre kevesebb ember van ott mellette.
probléma ebben a rövid filmben az, hogy minden résztvevő, minden szereplő attól tart, hogy a másik felveszi a kapcsolatot az idegenekkel, és képes lesz majd azt a technológiát felhasználni a saját előnyére. Ők maguk pedig természetesen így visszamaradnak. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Making first contact with the aliens. We are determined to prevent any exchange of technology between the aliens and these nations. Ugye ez az, amiről beszél most, hogy meg akarják akadályozni, hogy a technológia gazdát cserélhessen az emberek, illetve az idegenek között, már a másik tábor és az idegenek között. Az úgynevezett nemzetközi közösség kilőtte ezeket a rakétákat, aki a személyzetet szállítja, szeretnék a kapcsolatot most már ténylegesen felvenni az idegenekkel. Ugyanakkor az oroszok is számos rakétával készültek, és azt mondják, hogy meg fogják akadályozni azt, hogy az amerikaiak tárgyaljanak az idegenekkel, és egyfajta háborús helyzet alakul ki a világban, és már megjelennek a tüntetések is ez ellen, hogy oldják meg békés úton a nagyhatalmak ezt a problémát, ami ismerős lehet a mi világunkból. Nem akarják megoldani a problémát békésen, azt akarják, hogy legyen ez a feszültség az emberek között. És mindenfelé tüntetések törtek ki a világban, és arra szólítják fel az Egyesült Államokat, a többi szereplőt, the US and Russia and their allies to form a joint team of delegates to make first contact with the extraterrestrials. És ugye arról beszél itt ez a plakát, hogy állítsuk meg az embereket abban, hogy rosszul nézzünk ki az idegenek előtt, a mi vendégeink előtt, hogy ne tegyenek minket, tüntessenek fel minket rossz fényben. Ez persze ugye az egyik tüntető a filmből. Over 20,000 peace advocates, including Nobel Peace Prize laureates, signed a joint letter requesting the delegates of both sides in orbit to work together. Összeírtak egy petíciót, több mint 20,000-en, hogy a nagyhatalmak igyekezzenek közösen elérni ezt a célt, és ne versengjenek egymással, de a feszültség az érezhetően nő folyamatosan a filmben. Elérkezik a film a zenitjéhez, ami az a rész, amikor az odaér a nemzetközi koalíció egyfajta nyíláshoz ezen az idegen űrhajón, és az oroszok felszólítják őket, hogy ne lépjenek kapcsolatba az idegenekkel, mert ők meg fognak akadályozni minden ilyen fajta lépést. Americans, we are warning you not to approach the gates, or there will be consequences. Americans, this is your last warning. És természetesen az amerikaiak továbbra is mennek és haladnak előre, hogy próbáljanak kommunikálni az idegenekkel, nem hallgatván ezekre a figyelmeztetésekre. What's that object that's approaching us? I don't know. Houston, there is something coming. Az oroszok pedig rakétákat lőnek ki erre a űrhajóra. Out of the Soyuz spacecraft. We're not seeing anything in our systems, Lieutenant Rod. És miután a Soyuz rakéta betalált, természetesen megsemmisül az amerikai űrhajó. Teljes legénységével együtt. Ez a lépés pedig értelemszerűen kirobbantja a harmadik világháborút, vagy nem tudom minek lehet ezt nevezni, és a Joe Biden elrendeli a rakétatámadást az oroszok ellen, az oroszok viszont mindenki ellen, és a jól ismert jelenet, amit ugye láttunk már számtalanszor a filmekben, végül is csak bekövetkezik, nem lehetett ezt megállítani. Ugye ez az a pillanat, ahol érkezik az első rakéta, a második, a harmadik, és aztán ezután folyamatosan az összes többi. The use of our nuclear arsenal against Russia and its allies, who have crossed the line with the massacre of our delegates. És hát persze Oroszország a hibás ezért a háborúért, amerikaiak válaszcsapást mérnek, aztán arra érkezik a viszontválasz,
és gyakorlatilag az egész, hát nem az egész emberiség, de az emberiség egy jelentős része kipusztítja magát úgy, hogy az idegenek még egy szót se szóltak, csak figyelték ezt az egész műsort, ami még hogyha valakit érdekel, hogy hogyan lehet ezt a mi valóságunkra lefordítani, akkor mindjárt azt is megpróbálom elmagyarázni legalábbis, hogy én hogy látom. In orbit. Together with our NATO allies, we have launched the Wrath operation against every... És megindították a NATO szövetségesekkel együtt a Wrath hadműveletet, ugye ez a kifejezés Wrath az azt jelenti, hogy dű, vagy harag, de annak is egy ilyen extrém formája, és ez elég találó, hogyha valóban így hívják ezt a hadműveletet. Every country that was involved in this massacre. I want everyone to accept the new harsh reality. És mindenkinek el kell fogadnia azt, ami ezzel jár. Ez nagyszerű abból a szempontból ez a nukleáris háború, hogy mennyire értelmetlen már, hogyha egyáltalán létezne ilyesmi a valóságban, hogy mennyire értelmetlen egymásnak a pusztítása, mert valóban itt vagyunk egy zárt világban, ami véges területileg, amit nem tudunk elhagyni, és mi azon háborúzunk, hogy most ez esetben kivegye fel a kapcsolatot ezekkel az idegenekkel, de összességében véve az, hogy ki legyen a gazdagabb, a jobb, a kinek legyen a több, az akár, miközben csak egyszerűen együtt élhetnénk egymás mellett, de az évezetek során az ellenség annyi ilyen választó vonalat kreált az emberek között, hogy ez lehetetlen mára. That the world will never be the same again. És a világ már nem lesz soha a régi. I urge our citizens to take shelter in our nuclear bunkers until the Wrath operation ends. És ugye mindenki bújjon el ezekbe a nukleáris bunkerekbe, amíg véget ér ez a hadművelet. Szóval valóban, hogyha belegondolunk, akkor nem is lehetne értelmetlenebb dolgot kitalálni, mint a háború. És az ember nem is biztos, hogy magától idáig jutott volna, hogyha az ellenség és azok, akik az ő szövetségesei nem manipulálják állandóan az elménket, hogy ez irányba menjünk. Én úgy hiszem, hogy az ő kezük benne van ebben a dologban. Persze az emberek azok szeretik a háborút, meg a hatalmat, meg mindezeket a dolgokat. Aztán érdekes a csatornó, a végén jön egyébként, amikor az idegenek végre megszólalnak, és elmondják azt, hogy évmilliárdok óta ők járják a galaxist, és figyelik azt, hogy milyenek, mely fajok azok, amiket kiválasszanak arra, hogy megosszák az ő tudásukat velük, és együtt kóboroljanak a galaxisban, és fejleszték a bolygókat, illetve az életet terjesszék, a békét, a jóságot, ami a teremtőt és az ő seregeit reprezentálja ebben a filmben. Ki ezt csinálja, azonban... Great disappointment. Your inability to see beyond your own selfish desires has blinded you. És tökéletesen így van, hogy az az önzés, ami az emberekben van, anélkül, hogy túlságosan szentimentális akarnék lenni, de valóban az önzés, ami az emberben van, olyan egyszerűen manipulálhatóvá teszi, és az ellenség ki is használta ezt, és ténylegesen nem tudjuk felismerni azt, ahogyan a dolgok összekapcsolódnak. Persze nyilván a propaganda, meg az évezredes agymosás, ami megy a világban, az nem segített, de mi az én álláspontom, meg meglátásom szerint mi szánt szándékkal megyünk a sötétségbe, és vándorlunk ebbe valamiért, nagyon vonzódunk ehhez. You have failed to recognize the interconnectedness of all things and the importance of cooperation and respect. És tökéletesen elmondja, hogy az együttműködés és a kölcsönös tisztelet lett volna a megoldás mindvégig, hogyha békében együtt tudnánk élni. Azonban a sötét erők, amik a háttérben dolgoznak, azok ezt nem teszik lehetővé, és nem is fogják lehetővé tenni soha. We have come here to return your artifact that carried a misleading message of hope and togetherness. És ami még különös, hogy visszahozzák azt a műtárgyat, ők úgy fogalmaznak, mint artifact, visszaadják azt a műholdat lényegében, amit az emberiség küldött értelmes, intelligens élet után kutatva a világegyetemben, az vonzotta őket ide, és teljes joggal ők azt mondják, hogy ez egy félrevezető üzenet volt, hisz ez a faj, ez nem
a békéről szól, az együttműködésről, a tiszteletről, hanem erről az önző, pusztító és teljes mértékben egocentrikus világnézetről, ami miatt you are not who you claim to be. Nem azok vagytok, akinek állítjátok magatokat. És én ezt úgy hallgatnám, hogy az atya az, aki beszél, és az emberiséghez szól, és tökéletesen igaza van. A többség az arról beszél, hogy ő mindenkit szeret, mindenkit elfogad, hogy ő jó végső soron, hogy ő keresztény, hogy ő muszlim, ő ilyen, ő olyan, de amit csinál, az egyáltalán nem ezt demonstrálja. És teljesen igaza van abban, ami a következménye ennek, vagy ez esetben ugye az idegeneknek. We had hoped that by making contact with you, we could share our knowledge and wisdom, and help guide you towards a more enlightened path. És ugye azt szerették volna, hogyha együtt tudunk működni, de ez világossá vált, hogy lehetetlen lesz. Felfedik kilétüket is, egyébként elmondják, hogy kik ők valójában. We are the guardians of the universe. We are the cleansers. Ja, a világegyetemnek az őrzői, a tisztítói annak, és most eljött az idő, amikor tőlünk kell megtisztítani a világot, ami egy jól ismert motívum, hogy az emberiség a bolygónak a rákfenéje, és ezért pusztulni kell az emberiségnek, ami részben attól tartok, hogy igaz is. Our prime directive is to eliminate any hostile civilizations that could pollute the universe with their greed, ignorance and carelessness. És meg fogják tisztítani a világegyetemet a kapzsiságtól, a felelőtlenségtől, illetve a tudatlanságtól, ami jellemző az emberi fajra, ez is az, ami történni fog. És miután eltörölték az embereket a földről, azután kizöldül ez az egész bolygó, és egy új élet reménységével támad fel minden, aztán azt mondják, hogy ők elmennek most, itt hagyják ezt, és visszatérnek néhány milliárd év múlva, meglátják, hogy akkor mi lesz. Miközben csatlakozhattunk volna hozzájuk, mint ahogy az ember csatlakozhatna ugye az atyához, legalábbis ez az ígérete, az örök élet ígérete, hogy csatlakozhatunk mi is az égiekhez, és együtt uralhatnánk a földet, vagy legalábbis együtt élhetnénk rajta békében, az ő törvényével, és ugyanezt mondják el ebben a filmben is, hogy csatlakozhattunk volna hozzájuk, ha úgy viselkedtünk volna, ami a biblikus üzenet, csak egy ilyen science fiction, futurisztikus köntösbe bújtatva. Az élet tehát újraindult a Földön, burjánzik zölddel minden, és itt van megint ez a műtárgy, amit műtárgynak neveztek, de ez egyébként egy műhold, és azt mondja, hogy üdvözlünk az emberiség gyermekeinek a nevében. Különböző neveken természetesen, a legismertebb neveken a Földről. És ez az emberiségnek a sorsa, ez az, ami vár ránk, csak persze nem pontosan így, viszont ahogy mondtam, a valóság az nem áll olyan távol attól, amit itt láthattunk, csak esetleg ez egyfajta szimbolika. A szimbolizmusnak a nyelvén előadva az az ősrégi történet, amit mindenki ismer, a teremtő a végén visszatér, hogy ítéletet tartson az ő teremtménye fölött, és mindazok, akik nem alkalmazkodtak az ő elvárásához, és választották inkább a világot, azok követik azt, ahová a világ kerül. Mindezek ellenére én mégsem csüggednék, különösen azok életében vagy helyében, akik magukat hívőknek mondják, ugyanis az atya megadta nekünk a kiutat ebből, meg kell találnunk őt, az ő akaratát kell követnünk, és lenni neki hűséges és hasznos szolgálói, aztán rábízni magunkat majd az ő kegyelmére, illetve az ő jó szándékára. Hogy ez azt jelenti, hogy mi elbandukolunk a végéig, vagy meghalunk, és majd föltámaszt minket, ezt meglátjuk, illetve eldönti ő. Azonban ezt a csatát nem fogjuk tudni elkerülni, elő vagy utóbb mindenki részese lesz ennek,
Azonban ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, meg kell hallanunk az ő hangját. És ez egyáltalán nem könnyű a mai világban. Oly sok zaj van körülöttünk. Viszont ha alázattal és engedelmességgel közelítünk, akkor ő segíteni fog nekünk ebben. Köszönöm a figyelmet, ez volt a Különös Dolgok 2023. május 14-én az infobubble.hu weboldalon. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!